Hétről hétre emelkedik az ingyenes számítógépes tanfolyam résztvevőinek száma léván. A Revicki Társulás hiánypótló kezdeményezése elsősorban a szervezet szépkorú tagjait vezeti be a számítógépes ismeretek és az internet használat világába. A nagymamák és nagypapák itt megtanulják többek között csekkolni a friss híreket, az időjárást, vagy az unokáik posztjait a közösségi médiákban. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a nyugdíjasok főként a családtagjaikkal való rendszeres kapcsolattartás miatt igyekeznek megtanulni az alapokat, ahogyan a 79 éves Kocián Pál is. Unokámmal már így jobban tudok beszélni. Sőt, a lányom Ausztriában van, azzal is nagyon ki tudom használni ezt a gépet. Az első órán is, a másodikon is nagyon sokat megtanultunk. Csinálunk jegyzeteket, azt a barátommal összehasonlítjuk, hogy mennyire vagyunk. Az első órákon az internetes böngésző használatát sajátították el a résztvevők. Később az elektronikus levelezés alapjaiba is betekintést nyertek. Mostanra már kialakították saját postafiókjukat, illetve megírták első e-mailjüket is. Kinyílik a világ, az ember otthon egy kicsit este bekapcsolja, a híreket azt mindjárt meg lehet találni, levelek is, amik jönnek, és azt gondoltam, hogy mi idősebbek is egy kicsit kapcsolódjunk a fiatalokhoz, és amit lehet sajátítsunk el. A tanfolyamot a társulás elnöke tartja, illetve a fiatal tagok is segítik a szépkorúak számítógépen való eligazodását. Türelmesek vagyunk, hogy diplomatikusan fogalmazzak, és kell is, de jó szívvel és szeretettel csináljuk. Tudjuk, hogy ez nem könnyű. És hát ilyen összehasonlításokkal élünk, hogyha kinyitjuk a postaládát egy kulccsal, annak megfelel az, hogy rákattintunk arra a sorra, ami még sötéttel van bejelölve, tehát körülbelül ilyen segédeszközöket is használunk lépésről lépésre, hogy ne féljenek tőle, és hogy bátran kezeljék ezeket az eszközöket. A tanfolyam június végéig tart, és megfelelő számú érdeklődő esetén szeptemberben újra elindul az alapvető számítógépkezelés és internet használat oktatása.